Ne beszéljetek pénzről! Soha! Soha! Undorító! 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 Már lassan 2 éve vagyok Németországban, egy viszonylag rendes fizetéssel, és ennek ellenére a mai napig azokat az ingyen kapott használt ruhákat hordom, amelyeket még Pestről hoztam magammal, ez pedig nem állapot. Viszont ingyen vannak az újságok, úgyhogy azt hiszem, hazafele lesz mit olvasnom. Ugye én ott fizetem már április óta rendszeresen a havi közel 20 000 forintos tagsági díjat, és hát ott is van szauna, ott is van úszómedence, és mindezt ilyen módon, hogy amúgy is fizetem kvázi ingyen, tudom igénybe venni. Ja igen, ami mostanában még idegesít, hogy ha a Facebook falamat is végigpörgetem, akkor nem kis arányban arról szól az is, hogy pénz. Kinek mennyi pénze van, másnak mennyi pénze van, nekem milyen kevés pénzem van, és hogy a bankok a devizahitellel kapcsolatban mennyire szemetek, az is pénzről szól, minden pénz, és közben egyébként van olyan ember, aki úgy fogalmaz, mondjuk ez konkrétan a Rácz Gábor volt, hogy én a pénzét hajtok, meg kaparok, és a pénzre gondolok, miközben valójában kurvára az ellenkezője az igaz, és minden vágyom az, hogy olyan beszélgetéseket folytassak, olyan tartalmakat olvassak, amelyek nem a pénzről szólnak, és ehhez képest kifejezetten elhányom magam, amikor bárki a pénzről beszél, akár olyan vonatkozásban mondom, hogy van, vagy akár olyan vonatkozásban, hogy nincs, vagy akár olyan vonatkozásban, hogy szemét a bank, és miért kéri a pénzt, az is pénzről szól. Én kifejezetten arra vágyom, hogy olyan környezet vegyen engem körül, és hogy olyan emberekkel legyek kapcsolatban, akikkel semmilyen vonatkozásban nem esik szó arról, hogy van pénz egyáltalán a világon. Nem beszélünk pénzről. És ilyen egyszerűen nem történik meg. Mert mindenki erről kibaszottul. Miközben egy olyan világot és társadalmi környezetet és társaságot képzelek el magamnak optimálisként, amelyik egyáltalán nem beszél arról, hogy jó lenne a pénz. Ha devizahitelről beszéltek, akkor is pénzről beszéltek. Ha arról beszéltek, hogy kevés pénzetek van, akkor is pénzről beszéltek. Ne beszéljetek pénzről. Soha. Undorító! Na jó, hát akkor gyerünk edzeni. Több hónapja nem voltam, fizetem a havi több mint 20 ezeret, most végre úgy döntöttem, hogy edzünk egyet. Na kérem szépen, ez egy szép drága edzés volt, körülbelül 80 vagy 100 000 forintos edzés, tekintettel arra, hogy ezen a helyen én nagyjából április óta fizetem a havi körülbelül 20 000 forintos tagsági díjat, amiért cserébe akár minden nap is jöhetnék, viszont voltam olyan hülye, hogy egyetlen egyszer sem jöttem. Elmondanám, hogy mi történt ezen a héten édesanyámmal. Ír nekem egy olyan e-mailt, hogy segítsél, nem jött meg a segélyem, és most nyilván bemegy intézkedni. Viszont, hogyha én most nem tudtam volna elküldeni neki közel 20 000 forintot, hogy be tudjon utazni a fővárosba, ügyet intézni, reklamálni, hogy ezt mégis hogyan képzelik, hatalmas nagy bajba lenne, és nem tudna mit csinálni. Akkor a múlt héten, és ez több mint 200 000 forintomba került, elvágtam a lábamat, és alaposan összevéreztem a hófehér pamut szőnyeget. Múlt héten Ludwigsfeldében 40 euróért vásárolt szép nagy szaunalepedő, most össze lett vérezve, kurva jó, és holnaptól kezdve, most ezt is nagyon megfogadtam, nem dobálok be a melóhelyen vagyonokat a italautomatába, meg a csoki automatába, hanem szépen elmegyek az Aldiba, egy hétre előre bevásárlok, és minden reggel szépen viszek magammal egy ilyen csomagot, hogy na, csokika, na kávé, na akármi. Plusz miután az elmúlt 3 hónapban küldött havi 100 000 forinttal a devizahiteles haverom lakása megmenekült a végrehajtástól. Hétfőn már vagyok olyan állapotban, hogy bemenjek dolgozni, ami már csak azért is előnyömre szolgál, mert a karácsonyi extra nettóban körülbelül 150 000 forintnyi pulykapénz az azoknak jár, akiknek 12 napnál kevesebb betegszabadságuk van a cégnél, és akkor miután a múlt hét keddit nemzeti ünnep volt, így nekem 9 lesz, tehát nem lépem túl ezt a limitet. Így jobb is, hogy miközben itt a békaság alatt vagyok anyagilag, akkor nem most utazgattam, minden esetre azért ez nem hiányzott. És mondom, hogy én a tudatom ezt teljes mértékben kizárta,
két napig. Az az érdekes, hogy mi fog történni itt a Fürcsi shopjában, mert ugye tegnap pont azt vettem észre, hogy itt a múlt heti vásárlásom az, ami érvénytelenítve lett, úgyhogy nem tudom, hogy ez most hogyan lesz megoldva. Minden esetre én most oda megyek a pénztáros nénihez, és felajánlom, hogy ha van rá lehetőség, akkor nagyon szívesen kifizetném azt a közel 60 eurót készpénzben. Ez tűnik félelmetesnek, és tényleg félelmetes, mert bármi történik, kicsúszik a kezemből, akkor oda a 200 ezer forintos fotófelszerelés. Ho-ho-ho! Véletlenül megnyitottam Magyar Orsi Csabának azt a videóját, hogy mennyit lehet keresni YouTube-on, és hát gondoltam, rákattintok arra, hogy na hát hogyan is állok én. És csoda történt, ha-ha! Átléptem a kifizetési küszöböt, így megvan, megvan az első YouTube fizetésem. Juhú! Bevétel meghaladta a 20 000 forintot. Éljen! Hát még Berlinben kifele a reptérre rosszul mértem föl, hogy melyik tarifaosztály a reptér, éppen ezért most kaptam egy 60 eurós büntetést. Ebből az a tanulság, hogy mostantól erre sokkal jobban kell figyelni. Idén egy közel 100 000 forinttal magasabb bruttó bérigényt jelölök meg, abszolút minimumnak, mint tavaly. Tehát tavaly is pontosan ugyanezt tettem, éppen ezért nem igazán tudom, hogy ez miért lenne probléma. Ráadásul ugye míg Hamburgban a béka segge alatt voltam, és amíg itt Berlinben az első melóhelyemen a béka segge közelében, addig a most megjelölt igényem is éppen hogy csak egy picivel van a béka segge fölött, és én úgy gondolom, hogy miután már két év tapasztalatot itt gyűjtöttem, én azt megérdemlem. Sziasztok! Hát december 5-e van, és éppen postáról jövök, föladtam pár levelet, most pedig szépen oda megyek a helyi tömegközlekedési vállalat ügyfélszolgálatához. Ugyanis történt egy kis félreértés. Én úgy olvastam a szerződést eredetileg velük, hogy ez 12 hónapra érvényes, majd pedig ezután nyilvánvaló, hogy új szerződést kell kötnöm. Na most ezt meg is tettem, viszont éppen ma vettem észre a számla kivonatomon, hogy hát kétszer van levonva, mert most én nekem van egymástól függetlenül párhuzamosan két előfizetésem is, két bérletem is, és hát ez nem állapot itt. Nyilván én voltam a hülye, vagy ki tudja, de most minden esetre az egyiket le kell mondani, mert éppen ugye most december 1-től határoztam el, hogy spórolni akarok, és ugye ehhez képest az, hogy dupláron vonják tőlem az egyébként így is 20 000 forintos, tehát nem olcsó bérletet, az nem egy állapot. Ráadásul miután én azt hittem, hogy megszűnt az előfizetésem, én voltam olyan hülye, hogy vettem külön novemberre egy papírformátumú bérletet is, ami azt jelenti, hogy ilyen módon a novemberi hónapra is teljesen feleslegesen duplán fizettem, úgyhogy ez kurvára nem állapot. Most nekem jelenésem van a munkaügyi központban, és ezt annak ellenére, hogy találtam állást, nem igazán hagyhatom ki, tekintettel arra, hogy az új helyemben először február elején fogok bért kapni, és hát addig is túl kell élni valahogy, amiben azért a december hónap után járó 1250 euró munkanélküli segély igencsak nagy segítségemre lesz. Most voltam aláírni az új munkaszerződésemet, 2-án kezdtek, és ami igazán jó, itt az emelés nem valami távoli ködbevesző dolog, hanem konkrétan rögzítve van a szerződésben, hogy a próbaidő után rögtön megtörténik. Mindjárt jövök! Vissza!